nagyjából 16 szakra érkeztek hallgatók, akik személyes beszámolókat tartanak arról, hogy az egyetemeken milyen lehetőségek vannak, hogy hogyan lehet ezekre a karokra felvételizni, milyen érettségit kell tenni, és a nagyon fontos és személyes szempontból is elmondják, hogy őnekik mi a tapasztalataik. Ez idén az első, és szeretnénk, hogy minden évben meg tudnánk rendezni. Vannak társadalomtudományi képzések, vannak ilyen nemzetközi képzések, tehát amik angol nyelven folynak, van orvostudományi, informatikai és egyéb természettudományi képzések. Főleg a jogtudományi szak miatt jöttem ide, és engem az érdekel, hogy nagyobban szeretnék tájékozódni, hogy ez mit akar, mert ugye én diplomata szeretnék lenni, és hogy ezt még nem tudom, hogy milyen egyetem fogom folytatni a tanulmányomat, úgyhogy ezért jöttem. Hát majd informatikai kar, vagy média és kommunikáció, ezeket vettem szempont. Azt szeretnék tájékozódni, és hogy hát az iskolában például nem mondtak el nekünk az ilyen általános információk, mondjuk a szakokról, hogy milyen betekintést nyerni, meg ilyesmi. Ami érdekelne, az igazából a pszichológia, eltebb pszichológia, és hát igazából főként azért jöttem, mert ilyen előadás is van, és erre így kíváncsi vagyok, hogy ez milyen, hogy jobban értesüljek erről. Egyértelmű, ez nagyon hasznos, mert az iskolában még nem nagyon kaptunk erről tájékoztatást, hogy hát, hogy az alapinformációkra felvételire, meg hogy ezek az egyetemek mit követelnek, meg mit oktatnak pontosan, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos, ez a bemutató. Thank you.